Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves mindannyiukat, akik velünk együtt készülnek szellemileg és lelkileg az eukarisztikus kongresszusra, amely nemzetközi számlálás szerint az 52. és amely az 1938-as években már Magyarországon egyszer megrendezésre került. Ennek fényében tehát nem vagyunk teljesen tanácstalanok, hogy valójában hogyan is kell készülnünk az eukarisztikus kongresszusra, hiszen ennek megvan a forgatókönyve, megvannak azok a kritériumok, amelyek alapján Róma is odafigyel erre a folyamatra, és ugyanakkor megvannak természetesen a polgári személyek és a megfelelő szervek is, akik már most készülnek ennek a hatalmas ívű rendezvénynek a megszervezésére. Egy esztendővel ezelőtt lett volna valójában ez a kongresszus, egy másik világjelenség a pandémia miatt azonban ez halasztást szenvedett, de felfoghatjuk úgy is, hogy valójában kaptunk még egy esztendőt arra, hogy még jobban és alaposabban felkészülhessünk az Úr Jézussal való különleges találkozásunkra. Ferencesként mit is mondhatnék mást, mint az, hogy a méltó készület az valójában a bűnbánattal kezdődik. A bűnbánatnak itt a helyszíne a gyóntató helyiség, és itt történnek meg azok a nem látható csodák, amelyek Isten titkai maradnak, és amelyekben nagyon sok emberről lehullanak olyan megkötözöttségek és olyan láncok, amelyek megakadályozzák őket, hogy szabad szívvel, örömmel, békességgel kapcsolódjanak Jézushoz, és esetleg hosszú-hosszú az egyházzal való távolságtartás vagy ellentét után újra visszakerüljenek Jézus közelségébe, az egyház keretébe. Hiszen az eukarisztikus kongresszus az nem egyszerűen egy individualista ünnep, nem egyszerűen csak azt ünnepeljük benne, hogy én nekem milyen jó az, hogy újra a világnak a reflektorfényébe kerül Magyarország, és benne én magam is. Ez egy szánalmas, méltatlan ünneplés lenne, amelynek Jézus sem örülne, hiszen ő akkor tud rajtunk segíteni a legjobban, amikor mi egészen az övéi vagyunk. Szeretnék felidézni egy történetet, amit egy nagyon kedves lelkipásztor társamtól, aki már azóta elhunyt, és nagyon remélem, hogy a mennyországban van, őtőle hallottam, hogy 1938-ban az ő egyik lelki gyermeke éppen első áldozó volt. És nagy lelkesedésében ez a kislány elment a ferences templomba Budapesten a Ferenciek terére, ahol az eukarisztikus kongresszus emlékére kettő gyönyörű szép szobrot állítottak. Hogyha befelé tekintünk a szentély felé, akkor bal oldalon egy Jézus szíve szobrot találunk, a másik oldalon, a diadali másik oldalán pedig a boldogságos Szűz Mária szeplőtelen szívéről szóló szobrot találunk. Eredetileg ezeknek a szobroknak az aljában egy ilyen kis menzugájú oltár is található volt, ezt ma már nem láthatjuk. A kislány pedig nagy örömmel térdelt oda az Úr Jézus szent szívének szobra elé, és felfohászkodva, mint egy kis ajkaival, mormolva mondta félhangosan, hogy ugye Jézuskám, milyen szép ünnepet készítettünk neked. És lássatok csodát, a szobor megelevenedett a kislány számára, és válaszolt is. Ezt a szomorú választ adta, igen, nagyon szép ünnepet csináltatok magatoknak, de mivel nem volt elég számom megtérő, ezért nem tudtam benneteket megóvni a második világi égéstől. És valóban 1939-ben egy óriási világégés következett, aminek a súlyait, a terheit, a
társadalmunk, magyar társadalmunk mind a mai napig hordozza. Óriási esély és óriási lehetőség újra mindannyiunk számára, hogy kétszeres készülettel lehetünk az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus iránt, és még mélyebben és még őszintébben a társadalmat még mélyebben átfogó megjavulási szándékkal várjuk Jézust. Hiszen, ahogy a Zsoltáros mondja, mit tehet az igaz ember, hogyha az alapfalakat is lehomolják? Vagy egy másik helyen az elkeseredett igazságra törekvő, de az igazságot kivitelezni már nem tudó, szinte a második ősbűnt tapasztaló ember fohásza, hogy Istenem, csak nem vagy szövetségben a gonoszság ítélő székével, amely a törvény látszatával gyötrelmet teremt. Arra van hivatásunk, hogy a 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra ne csak személyesen, hanem társadalmi megjavulással is, társadalmi válasszal is, Jézus iránti társadalmi átalakulással is viszonyuljunk, és ebben töltsük be a kovász szerepét. Óriási jelentősége lenne, ha az abortuszmutatók javulnának. Óriási jelentősége lenne annak is, ha a gyóntatószékben megtisztult lelkek száma megszaporodhatna a kijárási tilalom feloldásával, ha az internet világából újra visszatérhetnénk a jelenlévő, a jelenléttel ünnepelt liturgikus élethez, és ezáltal nem pusztán egy közvetítéses kapcsolatba kerülnénk Jézussal, hanem ismét visszatalálhatnánk ahhoz a személyes hangnemhez, amely a személyes jelenléttel együtt érvényes mindannyiunk számára. Nagy volt ez a böjt, amelyet kaptunk az elmúlt időszakban. Milyen nagyszerű lenne, ha erre a böjtre valóban azzal válaszolnánk, hogy megköszönnénk Jézusnak, hogy újra fogad bennünket, újra lehetővé teszi, hogy a járvány elmúltával személyesen találkozhassunk vele, és ha mindenben nem is vagyunk felelősek azért, ami most történt, minden esetre megtennénk azt a szívből jövő lépést, hogy megköszönnénk Jézusnak, hogy velünk tartott ezekben a nehéz hónapokban is. Legyen bennünk hála, legyen bennünk öröm, és legyen bennünk remény arra, hogy a Jézussal való találkozás valóban felszabadít bennünket, valóban újra tölti az energiát, a jóra való energiát bennünk, és meg tudja nekünk hozni azt a kedvet, hogy újra közvetlen szeretet kapcsolatban élve, kijavítva hibáinkat, tévedéseinket, megtegyük ismét, elinduljunk az ő iránt való szeretetben. Kérjük tőle most ezt, azzal az imádsággal, amelyet az egyház minden körülmények között javasol és ajánl a szent áldozás pillanataiban. Ízleljétek és lássátok, hogy milyen édes az Úr, boldog az az ember, ki ő benne bízik. Áldom én az Urat minden időben, az ő dicsérete mindenkor ajkamon. Az Úrban dicsekszik az én lelkem, hallják meg ezt a szelídek és vigadjanak. Ízleljétek és lássátok,